Sziasztok! Köszöntelek benneteket ebben az újabb videóban. Most éppen egy avonos rendelést állítok össze Zsuzsának. Másodszor rendelt tőlem, mindig szoktam ajándékot adni, szoktam egy kis mintát adni, és most megköszöntem a nagyértékű vásárlását is neki. Úgyhogy egy szép avonos szatyorkába összeszedem neki a kis motyóját, és majd délután ki is fogom neki kézbesíteni. Úgy szeretem ezeket a csomagösszeállításokat. Mindig gondosan ügyelek rá, hogy szépen legyenek benne a szatyorba. Úgyhogy szeretem ezeket. Délután előszedtem Krisztiánnak a régi ruhácskáit. Nézitek, olyan kis apró zoknik. Némelyik még szinte a lábán sem volt. Aztán voltak itt sapkák, sálak, kesztyűk, mindenféle. Hát igazából, csajok, annyit hirdettem őket, hogy már meguntam. Nem kellett senkinek, tényleg 20-30 forintokért adtam volna sapkákat, a gyönyörű szép kis bébi sapkákat. Nem vette meg senki. Nem tudom, valahogy ez nekem nem ment, hogy én ezeket eladjam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy mennek a jótékonyságba, úgymond, és felajánlom a menekülteknek. Nagyon sajnálom őket, és úgy gondoltam, hogy nincs mire várnom egész egyszerűen. Összeszedem a motyókat, és elviszem nekik, használják őket egészséggel. Úgyhogy itt van, itt pakolászom össze, dobozba, zsákba, aztán majd délután vittem, még terpeszpelús is volt. Az sem olcsó mulatság amúgy. Úgyhogy délután pedig, ahogy összeszedtem őket, elvittem az egyik ismerősömnek, aki kapcsolatban áll egy miskolci segélyszervezettel, kimondottan nekik gyűjtenek, és a háborús menekülteknek, és elvittem neki, úgyhogy másnap vitte is be Miskolcra, úgyhogy hál' Istennek jó helyre kerültek a kis ruhák. Ebbe nadrágok voltak, ebbe csak harisnyák, meg ilyen vékonyabb nadrágok. Egy zsákba csak bébi pólók, bodik, még egy zsák, ebbe pulóverek is voltak. Különböző ruhanemük. Na, nem tudom megmutatni rendesen, mert félkézzel fogom a telefont, meg másikkal próbálom a zsákot valahogy kibagalászni. Látjátok, pulcsik vannak benne. Kötött pulcsi. Ez is olyan szép volt, ez a kis zseniliás. Van egy kis szatyornyi kabala, játék,
kabát, nézzétek azon mód, ilyen tavaszi kabát, egy szatyor, Lego, bébi játékok, könyvek, társas játék, abba cipők vannak abba a zöld szélű szatyorba, ebbe belepakoltam ugye egyből a játékokat, itt van alatta ilyen vasúti pálya, zenélős vonattal, meg mit tudom én. Ez pedig női ruhák, itt van egy nagy stóc, van táska benne, papucs, cipő, pizsama, póló, szoknya, nadrág, pulcsi, kabát, minden, amit el tudtak képzelni. Ezek női ruhák itt, amit láttok. És láthatjátok az autóban, hogy a hátsó ülések félig vannak, a csomagtartó pedig dugig két sor zsákkal. Most-mostam helyett azért nézek ilyen kis sápadtul, és nézzétek, megmutatom nektek. Ennyi hajam van. Ennyi. Rohadtul kevés. És még most is hullik. Még most is hullik. Kifésültem mosás közben. És hullik. Ha 10-szer húzom végig rajta a kezem, akkor 10-szer hullik ki belőle hajszám. Tessék, itt van megint egy. Ez... Na most nem jött. De eszméletlen. Eszméletlen. Félelmetes már a sírógörcskeringet. És biztos vagyok benne, hogy a Covid. Biztos vagyok benne, mert február közepétől észrevettem azt, hogy nem hullik úgy a hajam. És március elején megint benne volt a család. Az egy dolog, hogy rajtam nem volt tünet, meg hogy én nem köhögtem, meg nem folyt az orrom, meg nem voltam rosszul, csak mondjuk egy délután, kb. De két covidossal voltam szerintem összezárva, úgymond, és biztos, hogy valamilyen szinten átment rajtam, mert március elejétől, mint az őrült, megint úgy hullik a hajam, és már tényleg elsírom magam, mert 4 vagy 5 éve növesztem, már körülbelül, de szerintem 4 éve növesztem a hajam. Nem tudom, nem vagyok tisztában az évekkel, mindegy. Nagyon régen növesztem a hajam, és úgy szerettem volna, hogy hosszú legyen a hajam, és ott tartok, hogy le kéne vágatnom, mert ez már vicc kategória, hogy kinézek. Úgyhogy nem tudom. Nem tudom, majd beszélek a fodrászommal, aztán megkérdezem. Nem tudom. Még mindig vizes a hajam, vizes is lesz még egy darabig, nem szárítgatom. Nem is szoktam egyébként. Mindig este felé mosok hajat, aztán annyira megszárad éjszakáig, úgymond, hogy le tudjuk benne feküdni. Jaj! Na, elejtem, nem elejtem. Na, menj már oda bele te! Nagyon ki vagyok. Olyan gyomoridegem van emiatt, hogy ez nem igaz. Olyan gyomoridegem van. Most nem fogom festeni a hajam. Bár idáig is festettem, ugye, és sose volt ilyen hajhullásom, tehát na. Tehát, hogyha valami... Na jó, mindegy, ebben nem megyek be. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy... nyilván nem használ neki, de hogy biztos, hogy nem a hajzétől van, a hajfestéstől, azt tutira mondanám, hogy nem attól van. Életemben nem hullott így a hajam. Életemben nem hullott így a hajam, úgyhogy nagyon szarú vagyok. Tényleg, gyerekek, most is, ahogy zuhanyba voltam, és akkor ott átfésültem a hajamat, és ránézek ugye a kád aljára, a fehér kádba, a hosszú barna hajszálak, hát komolyan mondom, gyerekek, hogy olyan gyomoridegem van, hogy egész egyszerűen nem tudom. Tehát fogok írni a fodrászomnak, itt lakik a szomszédban, és megkérdezem, hogy majd, jaj, bocsánat, nem láttok. Megkérdezem, hogy átmehetek-e hozzá délután.
Csak annyira tényleg, hogy rápillantson a hajamra, majd már, ha meg fog száradni, ha megszárad akkorra. Remeg a kezem. Nagyon ideges vagyok. Nagyon ideges vagyok. Pillantson már rá a hajamra, hogy az ő véleménye szerint mit kéne vele csinálni. Hogy adott esetben lentebb vágjuk-e, hogy megint csináljunk olyan rövid hajat, amilyen volt is nekem régebben. Régebben olyan hajam volt, hogy ki volt vágva, föl volt nyírva, a teteje egy kicsit hosszabb volt, az be volt tupírozva. Jó, még most azt mondom, hogy már most nincs kisgyerek, mert kisgyerek mellett elég nehéz volt. Még most úgy, ahogy meg is tudnám magamnak szerintem csinálgatni, bár időben most sem bővelkedem, sőt, ha nem a kisgyerek, akkor most más nyilván a prioritás, vagyis hogy hát nem is az, hogy a prioritás, hanem hogy más egyéb teendők tartanak sokban, időben. Na, jaj, nem tudok beszélni se. Esküszöm, csajok, hogy olyan marha ideges vagyok, hogy nem tudom kimondani. Teszek fel egy kis sminket, de tényleg ráadásul még a golyóm is elgurult. A hízékéből. Na, a lényeg az, hogy ma szombat van amúgy. Nem tudom, hogy ezt melyik vlogba fogom beletenni. Azt sem tudom, hogy mikor fogom megvágni. Mert annyi dolgom volna, hogy én azt elmondani nem tudom nektek. Nem tudom. Nagyon. Terveztük, hogy megyünk le a nyaralóba most hétvégén, de olyan hideg lett, hogy ilyen 4-5 fokok vannak. Ha egyáltalán van annyi. Két napig folyamatosan szakad az eső, úgyhogy nem egy barátságos időjárás van. Nem mondom az őszintét, hogy én nem szeretek ilyen időben lent lenni, mert jó, persze, zárt helyen vagyunk, tető van a terasz felett is, meg a nyári konyha felett is, van tévé, tudunk tévét nézni, van fűtés, van víz, minden van, tehát komfort van. Viszont akkor sem szeretek ilyen időben lemenni. Mert ugye visszük a két kutyát, akkor a kutyák ugye rohangálnak le a fűre, felhozzák a sarat, tiszta sár minden. Ugye, ha bejövünk a házba, akkor mi is behordjuk a sarat, recseg ropog a talpunk alatt. Hát, én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én ezt annyira nem szeretem. Most egy ilyen, ez a Precious Earth családnak egy ilyen földszínű szemhéj csodáját fogom használni. Hétvégenként van, hogy csak ezt szoktam, ezzel csak bekenem, egy picit eldolgozom, aztán jó, is kész, tehát annyira nem aggódom túl a dolgot. Össze kéne írnom, hogy mit kell csinálnom a csapatba, és többféle videót fel kéne vennem. Valószínűleg a hétvégén nem fogom tudni megcsinálni, mert ugye a család itthon van, tehát nem nagyon lesz csend. Ugye, hát nem tudom, hogy fogom tudni megoldani. Lehet, hogy csak szépen alaposan összeírok mindent, kiírok mindent, és akkor hétfőn leülök, és akkor megcsinálom a videókat. Hát ennyi végül is, egy ilyen kis krémes szemhéjfesték, nem tudom mennyire látszik. Sötétebb egyébként így a mindegy is a kamerában annyira nem lehet látni. Délelőtt most elmentek a fiúk, mert Krisztiánnak az egyik csoporttársa tartja a szülinapját játszóházba, és meghívta Krisztiánt, és most ott vannak fiúk, bevitte az apja. Én meg addig megfőztem, hajat mostam, ami most ugye napokban egy kicsit ilyen hercehurcás. Rám írt az Instán egy fodrász követőm, de azt hiszem, hogy ezt mondtam nektek. Ha nem, akkor mondom, ha igen, akkor megismétlem. Rám írt egy fodrász követőm, hogy ő úgy gondolná, hogy a hajmosást azt így zuhanyba csinálnám,
hogy föntről jöjjön a vízsugár, nem pedig belehajolni a fürdőkádba. Hát elmondanám nektek, hogy sokkal jobb. Sokkal jobb így a dolog. Tehát ezer hála érte, és köszönet, hogy ezt így felhomályosított, úgymond. Mert hogy ez nekem nem jutott eszembe. Sokkal jobb, mert nincsen összegubancolódva annyira a hajam. Haj, de húlik Istenem. Nincsen annyira összegubancolódva a hajam. És ott még melegibe, vagy vizes állapotában úgymond ki is fésülöm a zuhany alatt távva, vízsugár alatt, és hát szerintem ez már ki van száradva. Ezt nem is kenem. És sokkal jobb, mert nem kell cibálnom, meg nem gubancolódik úgy össze, amikor itt így már a törölköző szárítás után próbálnám kibontani, ugye. Ilyenkor már csak egy picit tényleg át kell húzni a fésűvel, de abszolút nem olyan, tudjátok, az a pókhálós, gubancolódós, úgyhogy nagyon jó, és hát igen, ilyen alapvető kis dolog, tehát annyira kis piti dolog, de mégis, hogy mennyit tud adni ahhoz, hogy mondjuk ne cibáljam a hajamat annyira, ne gubancolódjon annyira össze. Ez a gyógynövényes sampon, meg ez a varga, meg a hajszesz, hát nem tudom, csajok. Semmiféleképpen nem akarom azt mondani, hogy még ártott a hajamnak, mert ez nem. Ez csak véletlen egybeesés, hogy azóta hullik jobban, mióta azt használom, mert hát azóta volt ez, hogy átestünk újra a víruson. És tehát nem azt mondom, hogy azóta jobban hullik. Az biztos, hogy a samponját azt nem fogom használni, mert az olyan szinten lezsírtalanította a hajamat, hogy attól is lehetett, vagy az sem tett jót ennek a száraznak, hogy ilyen tudjátok, amiket ilyen pókhálós mutattam ugye a múltkorába, és így meg, hogyha így mosom ki, meg így átfés, úristen, és csak jön és jön a hajam. Amikor így átfésülöm a zuhany alatt, akkor viszont sokkal jobb, mert szinte alig kell fésülni. Úgyhogy kész lettem. Hát, de jó nagy sminkem. Mégis egy kicsit jó nézek ki, vagy jobban nézek ki, mint kinéztem azzal a sápatag fejemmel. Szempilláim mindig, ahogy itt alul ilyen hosszabbak, így ahogy pislogok, leszoktam pislogni a szempillaspirált. Egyébként egy paradicsomlevest készítettem, mutattam betűtésztával, persze meg akarja mutatni a kamera, betűtészta, meg van, jaj, csörgök-börgök, krumplis tészta. Tök egyszerű, nagyon gyors kaja. Na, itt vagyok, közben visszatértem a fényre. Szóval egy nagyon egyszerű, gyors kaja, amit készítettem. Nem akartam túl sokat bibelődni a főzéssel, nem akartam ilyen húsos kajákat csinálni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt szeretik mind a ketten, most úgysem, hogy fizikai munka lesz a hétvégén, úgyhogy férjem szoktam mondani, hogy ha ilyen lájtos kaja van, hogy ez csak tévét nézni jó, de ez most pont az az időszak, hogy csak tévét fognak nézni szerintem, meg szórakozni, nem tudom. Úgyhogy, ez tökéletes lesz. Most már éve megyek a szobába, és megpróbálok valamit így az Avonnal kapcsolatban, a csapatomat tekintve, ugye a zárás utáni dolgokat áttekinteni, ki hol tart, ki hogy zárt, stb. Úgyhogy megyek is, mert mennyi az idő? Hát 3:45 van, ami azt jelenti, hogy körülbelül egy óra még, amíg hazajönnek a fiúk. Hazalett az idő alatt jó volna valamit haladni ezekkel a dolgokkal, meg ott vannak a katalógusok,
a katalógusaim, mi van most már áprilisiak, azokat kéne preparálnom. Tegnap idézőjelben elkezdtem, de addig jutottam, hogy kipakoltam, összekészítettem hozzá a mintákat, akkor rájöttem, hogy kell hozzá nyomtatnom papírt. Azokat elkezdtem úgy megszerkezgetni, meg kinyomtatgatni, illetve nem kinyomtatni, nem nyomtattam, csak megszerkezgettem, meg lementegettem, és gyakorlatilag úgy elámosodtam, úgy elfáradtam, jaj, mert még egy javonos rendelést láttam a hónap első rendelését ügyesein, úgyhogy úgy elfáradtam, hogy az avonos rendelés leadása közben kétszer aludtam el számítógép előtt, úgyhogy már, és akkor elaludtam egy negyed órát, akkor felébredtem, fél egy, hú, bakker. Jó, akkor gyorsan hol jártam? Igen, akkor ezt beírtam, jó, azt, jó, igen, akkor leadom, jó, akkor még puf, megint aludtam, akkor megint felkeltem. Akkor már egy óra elmúlt, mikor felébredtem, akkor mondom, megint tudod, ránézek, mondom, úristen, mondom, még ezt a rendelést én mindig nem adtam le. És még akkor gyorsan áttekintettem, hogy akkor minden, igen, be van pipálva, jó, izé, nehogy valahova máshova kérjem a csomagot, meg egyebek, mert volt egyszer egy olyan, egy rossz manost adtam le, és átutalással kértem véletlenül, mert akkor is elaludtam többször rendelés leadás folyamata alatt. És átutalással kértem, és vártam, és nem jött a csomag. És akkor felhívtam nagy bőszen az ügyfélszolgáltatót, hogy hol van már a csomagom, és mondták, hogy hát hol van a pénz? És mondom, milyen pénz? Hát átutalás. Hát én átutalással, igen, és megnéztem, és valóban átutalással kértem. Jaj, úgyhogy igen, van ilyen. Nem tudom, ti jártatok már így amúgy, hogy annyira fáradtak voltatok, de ez nálam minden nap így van egyébként. Már hosszú idő óta, hogy teljesen ki vagyok szippolyozva, vagy merülve, vagy nem tudom, de teljesen agyilag, teljesen, és akkor elalszom, pedig ittam zöld teját délután, meg minden, hogy majd hú, majd én hogy fel leszek pörögve azt a nagy lótúrót. Na, úgyhogy leadtam már egy óra elmúlt, mikor leadtam a rendelésem, az a font utána fogtam magam, még elmentem tusolni, úgyhogy 2 óra előtt mentem föl, és a gyerek 7:30-kor átviharzott reggel, hogy halljó, felébredtem, mondom, melyen fél órát aludhattál volna. Úgyhogy, na de mindegy, megyek is, aztán megpróbálok valamit tevékenykedni az avonnal. Aztán szerintem én ezt a vlogocskát lezárom. Ez a következő hetünk kb. Ittelt. Videó. Kisbetegemmel. Tedd a szádba. Szeretném még nektek megmutatni, ez az illatszeres csomag is megy a rászorulóknak. Általános higiéniai termékek. Na puszi, sziasztok!